A Székelvágta szervezői egy héttel hosszabbították meg a jelentkezést a lovas versenyre, így azok a települések, akik eddig nem tették le iratcsomóikat, július 5-ig még megtehetik. Jelenleg Kovászna megyéből 22 település, Hargita megyéből csupán 5, Maros megyéből pedig csak 2 település jelezte részvételi szándékát. Egyébként a Székelyvágta a Magyarországi Nemzeti Vágta székelyföldi előfutamának számít. Nagyon sok település érdeklődött, és nem tudta még a teljes iratcsomót leadni, és hát lehetőséget szeretnénk adni, hogy egy székelyföldi településen maradjon ki, amelyik úgy gondolta, hogy lóval, lovassal be szeretne szállni a vágtába. A székely-székek találkozója hagyományosan most már székekbe tömörülve mutatják be a székelyföldi települések értékeiket, és az a település, amelyik a legszebben fogja ezt megtenni, Sepsiszentgyörgy mellett, aki alanyi jogon részt vesz majd a nemzeti vágtán, az András úton bemutathatja majd a települése idegenforgalmi nevezetességeit, értékeit. A Székelyvágta megnyitójára július 13-án szombaton délben kerül sor, vasárnap déltől lesznek a középfutamok, a nap további részében pedig díjugrató versenyt és bemutatót terveznek. A futamok mellett más lovas és kulturális programok is helyet kapnak a kínálatban. Idén először ülőhelyet is lehet foglalni a Székelyvágtára, az érdeklődők a rendezvény sátorból követhetik a futamokat, jegyeket a helyszínen lehet váltani, egy napra 20 leírt. A Székelyvágtáról bővebb információkat a székelyvágta.ro honlapon lehet megtudni.